Bocskai díjas 2021-ben, Nagy Gyöngyi Pálma pedagógus, gratulálok az elismeréshez. Egy kis névjegyet kérek öntől, egy verbális névjegyet. Hogyan lehet önt apostrofálni, felkonferálni? Pedagógus, ez nagyon tág fogalom. Pedagógus nagyon tág, hát pedig ezt tudnám leginkább hitvallásomként meghatározni. Esetleg még mint három unokás nagymama, nem túl régóta pátyilakos, Békésen születtem, Debrecenbe jártam főiskolára, egészen hosszú ideig ott tanítottam. A családi helyzetem miatt kerültem Pátyra, aminek azóta is nagyon örülök. Hány éve? Négy éve lakok itt, és hát 4 éve vagyok ebben az iskolában, aminek én nagyon örülök. Azért a pedagógus elég tág fogalom, tehát ott lehet kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, felsős tanítónéni, alsós tanítónéni. Alsós tanítónéni, hányadikos osztály? Elsőtől negyedikig. De most hányadikos? Most elsőseim vannak. Fejezem be a pályámat. A kolléganője, az évpedagógusa beszélt már arról, hogy micsoda nagy elismerés vagy sikerélmény az, amikor az óvodából ide kerülnek a gyerekek, és tulajdonképpen az ön keze alatt hatására tanulnak meg írni, olvasni, számolni. Gondolom ezt alá tudja támasztani, hogy ez a legnagyobb kihívás. Én igazából ezért is választottam a tanítói pályát. Nekem kisgyerekként ez egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt. Nagyon szerettem az elsős tanítónénimet, de utána többit is. De alig vártam, hogy iskolába menjek, és szerintem ezért is választottam. Tehát mindig is a kisgyerekek vonzottak, az őszinteségük. Ott még azért nem kell ilyen emberi játszmákkal foglalkozni, tehát ezt én nagyon szerettem. És az ifjonti lelkesedés, hogy na majd én átadom a tudást, azóta kicsit máshogy gondolom, de ez motiválta, hogy erre a pályára. Azért kicsit vitatkoznék, egy óvodás kisgyerek is tud már játszmázni, hogy apuka mit enged, anyuka mit enged, és akkor sakkozik a kettő között. Igen, de ha elnyerem a bizalmát, azért sokkal egyszerűbb addig eljutni, hogy igazán mit is akar, mit is mond. Hogy lehet elnyerni egy kisgyerek bizalmát? Kérdezem ezt úgy, hogy most hány fős az osztálya? Egész kevesen vagyunk, 17-en. 17-en, az egy egész baráti, de mondjuk 17 személyiség. Nyilván máshogy lehet a Pistikének a bizalmát elnyerni, máshogy a Marikáért. Mennyi idő önnek, hogy felmérje az óvodából oda került gyerekeket, kinek mi a gyengéje, mi az erőssége, miben jó, mi az érzékeny pontja? Ebben azért segít már a rutin is, mert volt nekem 42, sőt 44 fős, hát az valamikor annyian voltunk, hogy nem fértünk a terembe szinte. Tehát a rutin sokat segít, de természetesen minden osztály más, hogy lehet elnyerni a bizalmát, meg megismerni. Én azt gondolom, hogy én is mindig őszinte vagyok. Mindig mindent betartok, amit mondok. Miután már ezt látják, hogy biztosan nem fogom becsapni, tehát egészen hamar kialakul ez a bizalmi kapcsolat. Próbálok vicces lenni, próbálok kedves lenni, meg ami legfontosabb, hogy próbálok igazán odafigyelni arra, amit mondanak. Egy tanító felvállalhatja azt, hogyha a kisgyerek egy kérdéssel fordul önhöz, és nem tudja a választ, hogy megmondja, hogy hát erre most nem tudom a választ, utána kell nézni. Szerintem a pályám elején már még nehezebben, most nagyon simán. Megmondom, hogy kész, nem tudom. Attól utána tudunk nézni. Nem csorbul. Nem. Szerintem sokkal jobban, hogyha úgy teszek, mintha mindent tudnék. Én azt gondolom, hogy egy tanítónak, tehát minden kisebb a gyerek, az a legnehezebb, hogy megtalálja az egyensúlyt, hogy tekintélye is legyen, de hát ez nem izomból lenyomva. De ugyanakkor meg együtt játszon, leüljön közéjük, partner is legyen. Jól látom? Ez már jön magától. Igen, tekintély is megvan, következetes vagyok, van, amit lehet, van, amit nem. A legfontosabb ez, hogy tudjuk a határokat kijelölni, ami egy kisgyereknél iszonyúan fontos, mert ez kapaszkodó a világba. Tudja azt, hogy eddig lehet, tovább nem. És ezt annyira könnyedén be is tartják. És én azt hiszem, hogy a lelki békéjüknek ez nagyon-nagyon sokat számít.
Egyetért a kisgyerekek érdemi egyel történő osztályozásával, vagy a szóbeli jellemzéssel, minősítéssel? Mind a kettőt lehet úgy, hogy ne legyen bántó, meg lehet úgy is, hogy bántó legyen esetleg, vagy egy osztályba feszültséget. Nálam azért sokszor volt olyan, hogy ötös alá ötös, csillagos ötös, kétszeresen csillagos ötös, de ezt általában meg is beszéltük, hogy miért. Tehát mind a kettőt lehet jól is csinálni, meg rosszul. Ez valószínűleg így van, de azért az utóbbi időben különösen az a tapasztalat, hogy főleg a szülők részéről, hogy nézik az átlagot 4,7, hát ez még kevés, mert nem fogsz bejutni ide, meg oda, meg mondjuk tanítóknál más a helyzet, de hogy túlságosan is a teljesítmény orientált világ felé megyünk, ahelyett, hogy a játékos tanulás lenne középpontban. Szülőkkel én meg szoktam beszélni már évelején, hogy az iskola az egyféle mérce. Meg az is másik, hogy mindenki másik személyiség, és egyetlen egy cél van, hogy boldog legyen a gyerek. Tehát én azt hiszem, hogy ha innen indulunk, akkor már nem ez a versenyistáló. Tehát nagyon remélem legalábbis, hogy sok szülőbe ezt úgy sikerül elültetni, hogy egy a fontos, hát mindig elmondom a saját példámat, hogy én úgy voltam vele, hogy ha utcaseprő akar lenni a gyerekem, hát biztos nehezemre esik, de el fogom fogadni. Hát nem azok lettek, de nem én erőltettem. Volt olyan tanítványa, aki botladozott alsó tagozatban, nehézségei voltak a tanulással, aztán később megtáltosodott és sokra vitte. Volt. Nyomon követi egyébként a gyerekeinek a sorsát? Hát ugye a Facebook az nagyon jó dolog erre is, és ami nagyon jó, hogy még ott is volt tanítványok, megkeresnek. Volt olyan, aki úgy jött komoly tanulási gondokkal, és hát én is tettem a dolgomat, szülő is partner volt, többiek is, és kimondottan eljutott egyetemre, és nem csak eljutott, de tehát jó szakmát kapott a kezébe, azóta is megállja a helyét az életbe. Tehát a pedagógusi hitvallás egyetlen egy a fontos, hogy jól érezze magát a világban a gyerek, és én ehhez segítsem hozzá. Segítsen még sokáig, jó egészségben, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.